A korábbi évekhez hasonlóan idén is két helyszínen tartottak megemlékező ünnepséget, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére Csíkszeredában. A déli Kalász negyedi temetőnél tartott emlékezést követően délután az 1956-os téren a Gloria Victis emlékműnél is tiszteletüket rótták le a hősök előtt az itt összegyűltek. Az 1956-os forradalom 63. évfordulója alkalmából a Gloria Victis emlékműnél tartott ünnepség nyitásaként Kelemen Csongor szavalta el Márai Sándor Mennyből az angyal című versét. Mennyből az angyal? Menj! Sietve! Az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincsen már csak fagy, didergés, éjség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából, angyal, te vigyél hírt a csodát. Csatottasd szaporán a számot, repülj, siess, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Melegházakba terül asszal, a pap ékes szóval vigasztal, sejen papi zizeg ajándék, bős szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóló villog a fákon. Angyal, te beszélj a csodát! Ezt követően Rádó Róbert Kálmán Csíkszereda polgármestere köszöntötte az ünneplő közösséget. A polgármester úr kiemelte, hogy Romániában 100 évesen volt igazság, és ma sincsen, de reméli, hogy a fiatalok elődeik példáján felbuzdulva eljutnak oda, hogy kiharcolják a saját, a magyar közösség és Székelyföld igazságát. Ezért is véli úgy, hogy a megemlékező ünnepség legfőbb üzenete a fiatalok számára, hogy legyenek résen és tanuljanak az elmúlt évtizedek történéseiből. Hogyha nem vagyunk résen, hogyha úgy csinálunk, mint hogyha az elmúlt évtizedekben nem történt volna semmi, hogyha abból nem akarunk tanulni, ami volt, akkor nagyon-nagyon könnyen bekövetkezhet, megismételhetnek azok a kegyetlen idők, amelyekben a nagyszüleinknek, szüleinknek azért egészen rendesen, komolyan és sok szinten át része volt. A Mártonáron Tehetséggondozó Központ és az FK Csíkszereda csapattagok közül szép számmal gyűltek össze október 22-én a Városházán, hogy meghallgassák Nagy Benedek történész volt 56-os elítélt előadását. Ezáltal még inkább sikerült megérteniük az akkori történések jelentőségét. A tegnap a Mártonáron Tehetséggondozó Központ és az FK Csíkszereda a Nagy Benedek történész volt 56-os elítéltet, 5 évig börtönben sínylődő csíkszeredai polgárt hívta meg egy rendkívül tartalmas beszélgetésre a Városházára, és azt gondolom, hogy ha egy-egy ilyen ünnep annyira nem is hatja meg, és nem is hat olyan mély nyomokat bennük, de akik ott voltak a Városházán tegnap, és mintegy 200-an voltak ott a FK Csíkszereda és a Tehetséggondozó Központ fiataljai közül, azok egy életen át emlékezni fognak nagyon sok mindenre arról, amit ott hallottak, de arra az estére bizonyára, és mindig eszükbe fog jutni, mikor 56-ról szó van, az az este, az az ember, és amit ott hallottak. A polgármestert követően Farkas Balázs Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának első beosztott konzulja többek között azt emelte ki beszéde során, hogy valódi nemzeti ünnep csak olyan történelmi esemény lehet, amellyel később az újabb nemzedékek is azonosulni tudnak. Ilyen kivételes történelmi pillanat volt 1956 is, amelynek legfontosabb elveivel, céljaival minden nemzeti érzelmi magyar azonosulni tudott, és ma sincs ez másként. Mint mondta, az akkori történések sarkalták a magyar nemzetet arra, hogy nemet mondjanak az elnyomásra és harcoljanak szabadságukért. Az 1956-os forradalom a magyar történelemben egy, hát a igen nagy jelentőség, ha talán nem az egyik legnagyobb jelentőségű esemény, hiszen a 20. század ugye más forradalmi előzményeket követően ez volt az a pillanat, amikor a magyar nép, a magyar nemzet kinyilvánította, hogy elég az elnyomásból, és követelte magának a szabadságot, és hát tulajdonképpen azokat az eredményeket, amiket nem sikerült 56-ban elérni, végül is 1989-ben kivívtuk, tehát ilyen szempontból ez egy sikeres forradalma volt a magyarságnak.
A mai fiatalság számára is ez a nap azt az üzenetet hordozza, hogy most is azok az értékek és eszmékkel előttük lebegjenek, mint akkor az 56-os ifjak szemei előtt. Hát én bízom benne, hogy minél inkább. Tehát ugye ma más időket élünk, más problémákkal kell megküzdeni fiataloknak és időseknek is egyaránt, de én azt gondolom, hogy ugyanazoknak az eszméknek kell lebegni előttünk, mint az 56-os ifjaknak. Úgyhogy remélem benne, hogy átérzik. Az akkori 56-os forradalom ifjai közé tartozott Vorzsák János, akit nagy örömmel tölt el, hogy évről évre részt vehet az ünnepség sorozat keretén belül. Hát nagyon örvendek, hogy megérhettem ezt az időt. Én ma 78 éves vagyok, 79 bocsánat, és hát valamikor 1962-ben, mikor szabadultam, akkor még nem gondoltam, hogy reméltem abba, hogy meg fog változni a világ, de hogy annyira, hogy ünnepelünk is minden esztendőben, megünnepeljük az 56-os forradalmat, akkor még nem gondoltam. Vorzsák János volt 56-os forradalmár úgy véli, hogy a mai fiatal generáció is érzi a súlyát az akkori történéseknek, hiszen nagyszüleiktől, szüleiktől ők is hallhattak arról a világról, amik 1956 előtt volt, és ami utána lett. Hát én abban reménykedem, hogy átérzik, mert hallhattak a szüleiktől arról a világról, ami 1956 előtt volt, és 56 után is még nálunk. Hát a kommunista társadalom az egy olyan diktatórikus világ volt, amelyik a társadalomnak minden rétegét húsba kötötte, és főleg azokat, akik nem értettek egyet velük, azokat aztán kinyírták. Azok közé tartoztunk mi is. Ahogyan táncos Barna szenátor fogalmazott, számunkra csíkiaknak igencsak nagy megtiszteltetés, hogy itt az eseményen részt vesznek az akkori 56-os hősök, még máig élő tagjai, akik számunkra követendő példák kell, hogy legyenek, hiszen ők annak idején több év börtönt viseltek el, csak hogy megmutassák, hogy igenis harcolnak az igazságért és a szabadságért. Október 23-a a magyar nép, a magyar nemzet történelmében a szabadság és az igazság iránti vágynak a pillanata. Az a pillanat, amikor a legnagyobb áldozatot is képes volt meghozni ismét 1848 után a magyar nép, a magyar nemzet, a budapesti ifjak azért, hogy szembeszálljanak az igazságtalansággal, az elnyomással. Az a pillanat, amikor nem gondoltak a következményekre. Hittek abban, hogy érdemes ezért az eszményért, az igazságért, a szabadságért küzdeni. Nekünk csíkiaknak egy különleges esemény mindig, hisz itt van minden megemlékezésen néhány túlélője azoknak a nehéz pillanatoknak, azok az 56-os hősök, akik több év börtönt kellett elviseljenek azért, mert mellé álltak ennek az eszménynek, a magyarországi események hullám eljutott Csíkszeredáig is, és egyetemistaként, diákként úgy gondolták, hogy harcolniuk kell az igazságért, a szabadságért. Az ők példája kell a mi generációnknak, az utánuk jövő generációknak életmódot mutasson, követendő példa, hisz a mai fiatalok sokszor hiszik azt, hogy teljes a szabadságuk, hogy mindenük megvan, amire szükségük van, és nem kell ilyen harcba belálljanak. Úgy gondolom, hogy nap mint nap tapasztaljuk azt, hogy ha tehetnék, minden pillanatban, főleg nekünk erdélyi magyaroknak visszametszenék azokat a szabadságokat, amelyeket megszereztünk az elmúlt 30 évben. És az új a felnövekvő generációknak ezért fontos az, hogy ezeken az eseményeken itt legyenek, hogy hallják azt, hogy mit jelentett évtizedekkel ezelőtt a szabadságért való küzdelem, hogy milyen kockázatokat vállaltak az 56-os hősök, és sokkal kisebb kockázattal, de ők is kell harcoljanak azokért az eszmékért, a szabadságért, az igazságért, amelyekért egyesek életüket adták 63 évvel ezelőtt. A továbbiakban Darvas Kozma József, címzetes esperes és Szatmári Szilárd református lelkész osztotta meg ünnepi gondolatait, majd a közös ima után a kegyelet koszorúinak elhelyezésével ért véget a rendezvény. A megemlékező ünnepséget a Roll zenekar előadása tette még meghittebbé.